Folytatódik a térfél, a Régió Plusz televíziós a Gödöllő Hírek közös magazinja a sportról, Gödöllő sportjáról, illetve a Gödöllői térség sportjából. Második adásunk második felében válogatott focisták apukáival beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban Lovrencsics Lászlót, a Ferencváros színeiben játszó Lovrencsics Gergő és Balázs édesapját, illetve a Nagy Dánielt, az Újpest FC-ben szereplő ifjabb Nagy Dániel édesapját. Jó estét! Szeretnék valamit a beszélgetés helyen leszögezni, hogy tulajdonképpen itt ülhetne még Varga Zoltán, Varga Roland édesapja, de sajnos a stúdió kapacitása ezt nem tette lehetővé, hogy három vendéget tudjunk fogadni, ezért nincs itt. És még egy dolgot, hogy az apukák mellett az anyukák, nagymamák, keresztmamák és a srác egyéb tagjai is minden tiszteletet megérdemelnek azért, hogy a srácok odáig jutottak, ahová jutottak. Ugyanis Gergő 18-as válogatott, Dani pedig most már a padon ült a elmúlt hétvégi két világbajnoki selejtezőn a lettek, illetve a portugálok ellen. Mind a ketten fotisztatok korábban. Gondolom, nem tudom ki meddig jutott, majd elmondjátok. És gondolom, akkor már megfogalmaztátok, hogy ha lesz fiú utód, akkor valószínűleg ők is focizni fognak. Kezdte Laci. Köszöntöm én is a nézőket még egyszer. Én bennem ez így nem fogalmazódott meg. Nekem a sport volt az elsődleges. Szerettem volna, hogyha mozognak, sportolnak, mert aztán, amikor elkezdtem edzősködni, akkor ez is vált az egyik idézőjelben mondó az politikámmal, hogy az elsődleges az a gyerekeknél is, amikor a kicsik elkezdenek hozzám járni, hogy sportoljanak, mozogjanak. Az, hogy még mi lesz belőlük, majd azt hozza az élet. De nekem is az volt, hogy szerettem volna, hogyha rendszeresen más közösséget is megismer, több kisgyereket, és hogy sportoljon. Nekem ez volt az elsődleges. Aztán, hogy ez lett belőle, ez hát azért ez nem véletlen. Ez így alakult. Hát nem véletlen, mert azért... És kettő is. Korán hát az egyik vitte a másikat. Tehát az az igazság, megmondom őszintén, mert nálunk az egész család, amikor felismertük, hogy Geri tehetséges is, meg nem csak, hogy szeret sportolni, hanem van benne tehetség is, akkor egy picit célirányosabban kezdtünk el ezzel. Nagyon szeretett, imádott foglalkozásra járni. Én is úgy kezdtem, mint mindenki más. Mint szülő levittem egy foglalkozásra. Na, azok ez hogy történt? Te NB2-ig vitted, igaz kapuba? Igen, én a Gödöllői Sportklubnak voltam oszlopos tagja az NB2-es csapatig. Ugye szép időket töltöttem itt a Gödöllői Sportklubnak, hiszen a körzeti bajnokságtól egész NB2-ig tudtunk följutni. Én nem tagadom, én fotballistát szerettem volna csinálni a fiamból. Jó, de az első fiú lány lett. Hát igaz, az első fiú lány lett, ez így igaz igazából. És ő vívott. Ő is válogatottságig vitte, ő is Európa-bajnokságon érmet szerzett. De amikor a fiú megszületett, akkor egyből ugye az volt, hogy valaki tovább viszi a családi hanyományt, hiszen édesapám is labdarúgó volt, ő is MTK-ba focizott utánpótlás szinten, ugye én is fotballista labdarúgó lettem, igaz, hogy én kapus lettem, ha nem mondhatjuk a kapust labdarúgónak, és az első perctől kezdve Danit a foci irányába tereltem, hiszen már kisgyermekkorában 2-3 évesen ki volt velünk a mérkőzéseken, és úgymond szívta magába a mérkőzésnek a hangulatát. Mind a ketten edzősködtek is, tehát azért másik oldalról is látjátok ezt az egész sportágat. De hol veszi észre az ember azt, hogy na ebben a srácban több van? Tehát érdemes továbbvinni, elvinni a faluból a városba, esetleg a városból a fővárosba, tehát hogy terelni a pályafutását, a karrierjét? Hát kicsit ironikusan mondhatnám azt, hogy a nagy szobában, mert én ott vettem először észre, a Gerinél? A Gerinél, igen, mert ő már azért 2 éves korában kézből úgy lerúgta a virágcserepet a szekrény tetejéről, mint a szél. Lehet, hogy véletlenül úgy találta el, vagyis inkább kicsit idősebb volt, mint 2 éves. De én, hát hol vettem észre? Én kispályáztam, én kosárlabdáztam annak idején, én abba vittem NB2-es szintig, meg területi megyei ifi válogatottságig, és innen is alakult nekem. Tehát nem úgy, mint a Daninál, nekem az, hogy inkább a sport először, mert mondjuk abban biztos voltam, hogy kosárlabdázók nem lesznek. Bár elég jól bánnak azzal is, főleg a Bazsi magasságából adódóan is. De én a foglalkozásokon vettem észre, meg amikor nekünk volt Szolnokon egy kispás csapatunk, akivel jártunk országos tornákra, rengeteg rendezvényen, és úgy, ahogy a Dana a Danival szívta magába ezt a milliót, úgy a Geri is. Kiskora óta jött velünk, ott állandóan a csapattársak azok, hogyha
volt egy kis szabadidő, akkor már valakit kinézett magának, szóltak neki, ment, passzolgatott, kapura lőtt, és ebből azért már lehet látni. Szinte minden nap láttuk, hogy valamit csinál a labdával. És előbb-utóbb azért vannak olyan dolgok, amik feltűnnek, hogy egy kicsit más, mint más, mint mondjuk az átlagos többi kisgyerek magának ebbe a sportba. Azt mondtad, hogy nálad azért tudatosabb volt. Tehát azért készültél valamilyen szinten, hogy esetleg profilabdarúgó legyen a gyerekből. De akkor is valahol ezt az egészet hiába akarja az ember, ha nincs meg hozzá a tehetség. Igen, ebben igazad van. Talán a génekben benne volt a Daniban az, hogy nagyszülők és a szülő is valahol focizolt. Ő nem volt igazából tehetség. Én azt kell mondanom, hogy ő inkább egy szorgalmas játékos volt. A tehetség az a Varga Roli volt, a Gergő, így, ha egy klubszinten beszélek. Tehát sokkal tehetségesebb játékosok, vagy Nagy Roliról tudnék igazából egy regét mesélni. Ők igazi tehetségek voltak, a Dani inkább szorgalmas volt, és annak köszönhette igazából, hogy el tudott szerintem jutni erre a szintre. Oké, és akkor tovább hogy alakult például a Geri sorsa? Aztán majd beszéljünk a Balázsról is, mert azért ő is fontos. Picit érdekesen, mert ugye ők Szolnokon születtek nekem mind a három gyerek, és mi 96-ba kerültünk ide Gödöllőre, és a Geri ugye az első osztályt ott járt a Szolnokon, és ott sportiskolába irattuk be. És a sportiskolába mondhatom azt, hogy hát most az a sportiskola egy kicsit más volt, mint itt nálunk Gödöllőn a sportiskola, és én mindegy, egy lelkes szülő, pont a nejem nem ért rá, elmentem egy első szülői értekezletre itt 96-ba, ugye akkor volt másodikat kezdte itt Gödöllőn, és én nem is tudtam, hogy a háttérbe ő testnevelés órán annyira kitűnik a többiek közül, pedig csak azt csinálta, amit tud, amit szeret, hogy ott nekem az egyben feltették a kérdést, hogy ha már ennyire, szó szerint idézem, ha már ennyire behűítette a fiam az egész osztályt, akkor mikor kezdem el az edzéseket? És én ott csak voltam, ledöbbentem, mert testnevelés órán állítólag úgy mozgott, meg úgy csinálta a dolgokat, hogy a többiek kérdezték tőle, hogy focizik-e, ki az edzője, és hogy szeretnének ők is focizni. És végül is az első csoportunk pont a akkori második A-ból alakult meg. Dani, ezt hol kezdte? Érdekes a szituáció, és én nagyon örülök neki, hogy Laci pont itt van. Egyébként, mert Laci volt egyébként az első edzője. Ugye annak idején a Gödöllői Góliátba kezdett el a Dani focizni, amit a Csatosanyi bácsi alakított még 95-ben, és gondolom a Laci is, ti is ott kezdtétek a Gödöllői Góliátba, kezdtétek el. Ugye, és akkor még ugye nem voltak olyan nagy létszámú az a korosztály, és ugye emlékszem, hogy a 88, 89, 90, meg a 91-es korosztály az vegyes csoport volt. Ugye a Lacinál kezdett el focizni a Dani, és akkor egy idő után, amikor már annyira feldúzott, hiszen a Laci egy egész osztályt hozott be ebbe a közösségbe, és ugye a mi baráti körünkből is jöttek be játékosok, ugye többek között a kis Simon Krisztián, aki szintén itt kezdett a Gödöllői Góliátba, az én baráti körömből is jöttek át barátoknak a gyerekei, annyira kibővült a korosztály, akkor utána döntöttünk. Ja, és azért hozzáteszem, a sors is egy picikét ebbe az irányba jött el, hiszen akkor volt nekem egy súlyos sportsérülésem, eltörték a lábamat egy bajnoki mérkőzésen, és akkor ugye volt időm lejárni az edzésekre, Danival mentem, és akkor Lacinak pont akkor a csapoltja volt már, hogy akkor szólt a Laci bácsi, meg a Csatosanyi bácsi, hogy nem lenne kedvem igazából edzősködni. És akkor így bekapcsoltunk a Gödöllői Góliátnak a munkájába, és így indult a Danak a karrierje a Gödöllői. Gödöllő után? Mi volt a következő állomás? Gödöllő után ott már sokkal célirányosabb volt ugye a Geri, mert azt tudjuk, hogy a gyerekeknél azért az első igazi vízválasztó az iskolaváltás. És mikor 14 éves lett, akkor leültünk vele, hogy mit szeretne tovább a labdarúgással, vagy hát mégis hova szeretne menni tanulni. És ő mondta, hogy mindenképpen olyan osztályba szeretne, ahol tudná a focit is tovább csinálni, tehát egy labdarúgó osztályba. És akkor az édesanyja talált rá Szent István középiskolára, egy informatikai és számítástechnikai szakközép. Mint tudjuk, régebben ugye a Fradinak fiók csapata volt, Fradiból is jó pár játékos oda járt középiskolába, és már akkor tudtuk figyelni magát a csapatot, mert
ugyanabban a bajnokságban, a Blaszba szerepeltünk mi is, a 88-as korosztállyal, és játszottunk ugye a Szent, többek között a Szent István ellen is. Nagyon jól kapcsolatot alakítottunk én Máté Sanyival, aki ott az edzője lett a suliba, és így az édesanyja kinyomtatott egy pár oldalas, idézőjelben mondva egy ilyen propaganda anyagot az iskoláról, és nagyon megtetszett neki, akkor jártak Floridába tornára, Malajziába jártak tornára, és egy este kiraktuk így az asztalra szépen, mi bementünk a szobába, amikor megjött Geri, már hozta be a papírt, azt mondta, hogy ő ide szeretne menni. És akkor Patonyi úrral felvettük, ő alapította ezt a labdarúgó osztályt, felvettük a kapcsolatot, és bevittük a Gerit, és ott ragadt. És így szépen tudta tovább vinni. Daninál ez hogy folytatni, tehát középiskola. Nálunk egy kicsit érdekesen alakult a középiskola, meg a továbblépés. Ugye én 12 éves korában Danit elengedtem, mert én bekerültem Pestre a Goldballba, mint edző, de az élet úgy hozta, hogy Dani jött utána, amikor a Goldball volt akkor az egyik legjobb utánpótlást emelő klub, és behívták a Danit a 91-es korosztályból, és hát oda hívták őt focizni. Majd amikor az iskolaváltás történt, akkor mi igazából nem arra mentünk, vagy nem abba gondolkodtunk, hogy a Dani sportgimnáziumba menjen, vagy a sportvonalon menjen igazából tovább, hanem inkább úgy voltunk, legyen szakma is, legyen valami szakma a kezébe, ezért Vácra a Boronkaiba jelentkezett, de közben történt egy nem csak iskolaváltás, hanem egy klubváltás is, mert a Goldballból az Újpest elvitte őt a U14-es korosztályhoz, és ott folytatta a pályafutását U14-be, majd onnan az U15, U16 és U16 éves korában felkerült a felnőtt csapat keretébe, ott edzett, és onnan indult be az az igazi, úgymond pályafutás, ahol most mindenki a csúcsára most eljutott. A Gerinél ugye MB2 Pécs, igaz? Az volt egy nagyobb ugrással, ott tartunk. Mondhatnám azt, hogy először MB2 Budafok. Budafok, mert amikor, igen, mert a Szent Istvánból a Gelei Karcsi felvitt 7 játékost Budafokra, és akkor még a Budafok ugye az MB2 keleti csoportban, pont a Fradival egy csoportban volt, mert akkor ugye tudjuk, hogy a Fradi 3 évig akkor, ha jól tudom, akkor MB2-be szerepelt. Számíték, igen. Igen, és 17 évesen debütált ő MB2-be, Budafok színeibe, csak fél évet játszott, kiestek az MB3-ba, és MB3-ból ott őszi szezonban rúgott 10 gólt, és hát most nem tudom, hogy éppen a Budafok melyik csoportban volt, de akkor voltak ezek a csoport válogatottak, és azzal voltak len Mohácson egy mérkőzésen, és ott már a pécsiek úgy mentek oda, hogy konkrét őt figyelték. És mivel tetszett a játékuk, meg ott is ő rúgta a gólt, ott egy-egyet játszottak, ott is ő rúgta a gólt, így konkrét vételi ajánlattal jöttek Budafokra. És ő végül is így került Pécsre. Akkor Nagy Tomiék voltak az edzők ott, és őnekik az volt a koncepciójuk, meg a Matyi Dezső volt ugye az elnök, ő az volt a koncepciójuk, hogy egy olyan gárdát kell összeverbuválniuk, hogy 3 éven belül NB1-be feljussanak. Bajnok lett a Pécs, következett egy váltás, ugye NB1, igen. Ez volt a Pápa, igen. Aztán Pápa után négy szezon? Poznán. Négy, igen, egy kölcsön és három szerződés. És aztán vissza, nem vissza, hanem haza, és haza a Fradihoz. Igen. Nálatok viszont volt egy külföldi kitérő, még korábban, tehát ifi vagy junior korában a Daninak. Igen, 16 éves volt a Dani, amikor, bocsánat, 16 és fél éves volt, amikor kikerült Hamburgba. Én azt gondolom, mint mindenhez szerencse kell. Ahhoz a Dani kikerült Hamburgba, egy véletlen folyamán sikerült, hiszen én ugye a Goldballnál maradtam, mint edző, a Dani ugye átment Újpestre, és a Goldballban én a Mérutca Laci fiának voltam az edzője. És a Mérutca Laci kint volt az egyik edzésen, és Danyak pont aznap nem volt edzésre Újpesten, és mondtam, ne gyere hozzánk, és akkor mozogsz ott a 92-esekkel. Én annak a csapatnak volt az edzője, a Dani ugye 91-es volt, és az edzés végén odajött a Mirutca Laci hozzám, azt mondja, ezt a srácot le kell igazolni, az egy nagyon jó futballista. És mondom neki, hát ő a fiam, őt már nem tudjuk leigazolni, mert Újpesten focizik. Egy hét telt el, és akkor egyszer csak odajött Laci hozzám, hogy figyelj, hívtak az Aston Villából egy ismerősöm, hogy egy ilyen típusú játékos kerestek, mint a Dani, nem el neked kedve kimenni a Dani-nak Angliába.
mondtam, hogy köszönjük a megtisztelést, persze szívesen menjünk. Kimentünk az Aston Villához, akkor focizott pont ott a Stieber Zoli, ez egy nagyon szép hét volt, én úgy gondolom, hogy egy óriási élményekkel jöttünk haza onnan. Aztán végül is valamiért nem jött össze az Aston Villás szerződés, de aztán Laci, Mirusz Laci ugye menedzserként is dolgozott, akkor mondta, hogy akkor próbáljuk meg Hamburgba. Elmentünk Hamburgba, és ott hál' Istennek az első edzőstáján rögtön közölték, hogy szeretnék a Danit leigazolni. És Dani csodálatos 5 évet töltött el ott Hamburgba, 16 éves korától egészen 21 éves koráig a Hamburgba. És aztán hazajött, és akkor a Fradihoz jött haza, igaz? Nem, még akkor nem jött haza, akkor még ott volt, kellett egy váltás, mert a felnőtt, láttuk, hogy a felnőtt csapatban nem fog tudni játszani. Ült a padon, bajnoki mérkőzésen, kupamérkőzésen játszott a felnőtt csapatnál, a keletiben volt, profi szerződése volt neki, de azt láttuk, hogy nem igazából fog tudni játszani, és inkább akkor úgy döntöttünk, hogy akkor elmegyünk egy alacsonyabb osztályú csapatba, és akkor elment Osnabrückbe. Az egy Bundesliga 3-as csapat volt. Én úgy gondolom, ez egy jó döntés volt, hiszen a Dani rendszeresen játszott, az a csapat abban az évben, amikor oda került, akkor rögtön a Bundesliga 2-en játszottak egy osztályzót, ami sajnos nekik nem sikerült. És a második év után, amikor Daninak szerint volt egy jó éve ott Osnabrückben, akkor jött a megkeresés a Ferencvárostól, és akkor a Thomas Doll hívására Dani hazajött, és egy, mondanám, hogy szép évet, inkább azt mondom, egy évet eltöltött itt. És visszament újra Németországba? Aztán visszament Németországba, a Würzburgba, ahol a csapattal fölkerültek a Bundesliga 2-be, sajnos a második évben már keveset játszott a Bundesliga 2-es csapatba, és ugye lejárt a szerződése, és akkor utána jött az Újpest megkeresése, és akkor itt ért haza Újpestre. Így van. Akkor még egy dolgot, mert ugye a Balázsról kevesebb szó esett. Azt mondtad az elején, hogy hát ez adott volt, hiszen a bátyja nyomdokaiba kellett csak lépni. Hát azért a Balázs is szépen bejárta a ranglétrát, ugye Soroksárban játszott tavaly, MB2-es Google király lett, és aztán kapott szerződést a Fraditól, sőt, most már az első mérkőzéseken pályára is lépett. Volt, mikor egyszerre ketten voltak. Ez milyen érzés egyébként egy szülőnek, hogy két gyereke van egyszerre egy MB1-es csapat, nem is akármilyen MB1-es csapatban, tehát a Ferencvárosban a pályán. Hogy mondjam, tehát nem lehet azt elmondani. Tehát nem azért, mert olyan egetverő, hanem nem. Én mindig azt mondom, hogy nem gondoltam volna. Még a mai napig nem tudom elhinni. Az se, hogy ugye Geri játszhatott az Európa-bajnokságon, az se, hogy olyan csapatok ellen, akár eljutott a Poznannal, Fiorentina ellen játszhatott egy Európa Liga csoportba, aztán meg is verték őket ott Olaszországban. Tehát ezek számomra annak idején, amikor elkezdtük itt az egyetemi felsőfüves pályán, nem ismertem hinni. Csak ugye, amit most is próbálok mondani, hogy a lépcsőfokok. Tehát először mindig azt beszéltük, hogy de jó lenne ott a helyi kis újságban olvasni róla. De jó lenne a helyi kis tévében látni egyszer. De jó lenne a Nemzeti Sportba olvasni úgy róla egyszer. De jó lenne a nagy tévébe látni egyszer. De jó lenne NB1-es labdarúgó lenne. De jó lenne külföldön tudna játszani. De jó lenne, hogyha válogatott. De hát Bazsinál volt egy ominózus eset Poznanba, kimentünk egy Lech Poznan Légia Varsó bajnoki mérkőzésre. És a kávéval a kezébe kilépett a lelátóra, és megszólalt 40 ezer ember. Felállt a szőr a hátán, és azt mondta, hogy Jézus Isten, azt mondja, milyen hangulat van itt. És akkor kapott tőlem szó szerint egy tockost, és mondtam neki, hogy látod már, rég te is játszhatnál ilyen közönség előtt. Úgyhogy a tehetség benne is megvolt, de azért mondtam, hogy húzta magával a Geri, mert úgy, ahogy a Geri én velem minden alkalommal ott volt, vittem magam már 6 éves korában, jött velem kispályás tornára, úgy nekünk a család az mindig ment. És mi mindig együtt mentünk, és a Bazsi is, ugye, amikor fel, mindig jött, és a Bazsi lépett abban a nyomdóba, hogy a Geri mérkőzést játszott, és akkor a szabadidőben a Bazsi valakit mindig talált, akivel passzolgatott, játszott, vagy éppen a Geri lement vele, és akkor csinálta, és ez szépen így húzta magát. Na, majd akkor az lesz ez legszebb. Egyszer két Lovrencsis tesz mondjuk a válogatottban. Hát, elképzelhető, hogy akár ez is, nem? Hát nem tudom. Elképzelhető, mert soha nem mondod azt, hogy soha. De tudjuk azt, hogy neki nehezebb lesz. Egyetlen kérdés még ide a vége felé, hogy biztos voltak holdpontok a karrierépítés során. Nem is magát az, hogy mi volt a holdpont, hanem ezeken hogy lehet átlendülni? Kinél mi, persze lehet ez sérülés, lehet eznek családi probléma, lehet bármilyen konfliktus, ami esetleg veszélybe sodorta a karriert.
és mégis túllépett rajta a család, túllépett rajta a játékos, a gyerek, a szülő. Hát nálunk inkább a sérülés volt az, ami nagyon veszélyeztette a karrierjét, hiszen annak volt egy komoly tétsérülése Hamburgba, amivel kihagyott 6 hónapot, aztán utána pedig, amikor felépült ebből a sérülésből, a felkészülést végigcsinálta, visszakerült az első csapathoz, és ott pedig az első csapatból, ugye nem tudott játszani, visszaküldték a kettes csapathoz a bajnoki mérkőzésre, és az első meccsen rögtön eltörték a lábát, egy kettős lábszártörése volt neki, ami egy újabb 6-8 hónapot vette úgymond a karrierjéből. Nehéz időszak volt, én azt gondolom, hogy nagyon sokat is elvett a lehetőségekből. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor neki nem jönnek, hiszen akkor 21-22 éves volt azok a sérülések, akkor nem jönnek be, akkor talán egy Bundesliga első egybe is tudott volna játszani. De hál' Istennek ott volt mellette a család, ott volt mellette a klub. Tehát azt kell mondanom, a hamburgiak ebből a szemből nagyon korrektek voltak, támogatták mindenféle szempontból. Azt kell, hogy mondanom, hogy amikor az önök megtörtént a sérülése, az első az volt, hogy felajánlottak 20 darab repülőjegyet. A Daninak addig, amíg fel nem épül, addig ingyen és bérmentesen mi mehettünk hozzá, és minden második héten, vagy akár hetente is mehettünk ki hozzá, hogy ott legyen valaki mellette. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy nem jött jól a sérülés, de viszont így könnyebb volt neki is átlépni, hogy nem csak a klub, hanem a család is ott tudott igazából mellette állni. Dani megválaszolta összefogással. De voltak ilyen momentumok? Voltak. Nekünk is ugye volt a Gerinek térműtétje. Bár az nem olyan súlyos, tehát korrekciós műtét volt neki, és nem is volt olyan hosszú, de attól függetlenül én például 4 hetet kint voltam Poznanban akkor. Onnantól kezdve, hogy bement a műtőbe, onnantól kezdve egészen addig, amíg újra nem tudott vezetni. Heti 5-ször hordtam a rehabilitációra, minden nap mentünk. Volt, amikor sajnos hétvégén is menni kellett, mert éppen kezelni kellett neki, mert vagy leszivatni, mert bevizesedett neki a térde a rehabilitációtól, de Bazsival ugyanez, amikor volt sajnos ez a keresztszalag sérülése, meg oldalszalag sérülése, neki ugyanez. Őt is rendszeresen heti 3-szor hordtam be a rehabilitációra, ez csak így megy. Tehát máshogy nem szerintem. Kitartás, összefogás. Tulajdonképpen így lehet összefoglalni, és akkor még kis szerencse kell hozzá, az kis tehetség. És akkor mindenből egy összegyúrjuk, mindenből egy akkor picit. Lehet akár válogatott focistánk is. Vagy még akár még így van. Világválogatott. Így van. Egyébként hagyj mondjak csak egy utolsó szót, hogyha hozzáteszek, hogy ugye mondtad az elején, hogy a Varga Zoli is itt lehetne tulajdonképpen. Igen. Hagyj mondjam el, hogy azért itt lehetne a Simon Krisztiánnak az apukája is. Hát itt most a válogatott, igen, volt. Igen. Én egyébként megmondom őszintén, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy volt a Gödöli Sportból ugye 3 szakember, aki annak idején elkezdte ezt az egész goliátos programot, hiszen a Csatosany bácsi, a Laci és a mi személyünkbe, most a magyar NB1-be és a válogatottba, és mondhatnám itt a Busai Attilát, aki szintén NB1-be, vagy pedig a Horváth Andris, aki a budapesti Honvéd bajnok csapatának kapusa. Igen, heten vannak most tulajdonképpen. Heten vannak NB1-ben, és én azt gondolom, hogy ennek a városi labdarúgásnak ez egy óriási nagy értéke, és hogy az, hogy ilyen játékosokat tudunk adni. Legyenek újak. Hát dolgozunk rajta a Gödöli sportklubban, ahol most edzősködöm. Mindig keresem azokat a feltörekvő gyermekeket, és van, hál' Istennek van. Tehát jó a munka folyik most a klubnál. Én úgy gondolom, hogy lesznek még válogatott labdarúgóink. Jó, tehát Nagy Dani, Újpest FC 5 gólnál jár a bajnokságban, ha jól még számoltam. Nem, még csak 4-4, de nem még a hétvén ötödiket. Kétszer kispadon ülhetett. Világbajnok is helyett ezen a lettek ellen, illetve a portugálok ellen, a portugál név ez itt is van. A Lovrencsics Geri az 18-szoros válogatott most már, egy gólt jegyzett valamikor Görögországban, egy EB-s helyett ezen, kinyert az Európa-bajnokságon. Fradiban játszik, stabil kezdő, és van az öccse, a Balázs, aki azért játszogat, ha még nem is annyit a stabil a Fradiba, és hát tarthat akár a válogatottság felé is. Akár. Hát én ehhez kívánok nagyon sok sikert. Daninak is az, hogy lépjen pályára a válogatottban, a Geri még többször lépjen, a Balázs majd egyszer lépjen pályára a válogatottban. Úgyhogy dolgozzatok ezen, és sok szerencsét kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük.
Akinek észrevétele, véleménye vagy javaslata van a műsorral kapcsolatban, a képernyő alján található elérhetőségre eljuttathatja. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra, találkozunk egy hét múlva.